Nagyon-nagyon felborul az egyensúly, hogyha csak ebben a folyamatos pörgésben akarunk élni, mert ugye az élmények le kell ülepedjenek. A lelkünknek nem ugyanaz a tempója, és nem az az ideje, mint ez a külső ide. A léleknek más ideje van. Más ideje van az olvasásnak, más ideje van a főzésnek, a bográcsozásnak, a, a jelenlétnek. Azt nem kattogó percekben mérjük. Sziasztok, köszöntünk meneteket az Ésboldogan Éltek soron következő kiadásában. Egy nyári sorozat indul ezzel az adással, amiben különleges felállásban várunk benneteket, mert hogy nem csak Annával beszélgetünk, aki már itt van velünk. Szia, Anna! Szia, István! Köszöntöm a hallgatóinkat! Hanem ismét kiegészítünk egy vendéggel, de milyen körülmények között és kivel egészültünk egy gyorsan erről kell mondanunk két szót, mert ugye ez majd az egész nyarat áthatja. Csináljuk a fesztivált. Azt mondtuk, hogy idén nyáron csináljuk a fesztivált az Ésboldogan Éltekben, igaz? Igen. Úgyhogy most a Marosvásárhelyi Kult Fesztiválról jelentkezünk, ahol tegnap egy felejtetetlen zenés Irodalmi Este ajándékozott meg bennünket. Az Anima Sound Systemből szólt. Solt, ő most a vendégünk. Szia Zolt. Hello, hello! Jó reggel, sziasztok! Úgy az és boldogan értekben csináljuk a fesztivált. És mielőtt elmerülnénk a történetben, fontos elmondani, hogy műsorunkat a podcast Fajon és Szabodafon sok színű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja, amit ezután is köszönünk. Az a különlegessége ennek a fesztiválnak szerintem egy pár szót beszéljünk erről, Anna, mielőtt egy kicsit belemegyünk a dolog mélyébe, a, hogy a fesztiválnak a kabala állata? embléma állata? Kabala állata. A lajhár. És azt mondod, hogy ez egy vállaltan lassú fesztivál. Miért gondoltad azt, hogy legyen ez a fesztivál egy lassú fesztivál? Ne a szokásos, itt van, itt van, négy helyen egyszerre, itt program, itt program, ide, ide szaladjunk, oda szaladjunk, amoda szaladjunk. Legyen ez egy lassú fesztivál, ez a kult, amin most beszélgetünk. A lassú fesztivál koncepciója onnan jött, hogy hogy egyszerűen megérkezzünk a saját történetünkbe, legyünk jelen, örüljünk annak, amink van. Hát ezt szervezőként rájöttem, hogy nem mindig sikerült megvalósítani. Én ennyit nem rohangáltam életembe, mint a tegnap, de hogy remélem, hogy a vendégeink, meg akik itt voltak, amúgy ezt jelezték vissza, hogy itt a nagy kockák között, meg a lajhárok között, sétálgatva, bekapcsolódva egyes programokba, nincs az a nagy tömeg, ez a másik dolog, mert hogy azt nem szerettem volna. Tehát, hogy a fesztiválokon az a, tehát amikor egymás lábára lépünk, amikor rohangálunk ide-oda, az, az, az nem feltétlenül az én világom, viszont itt jó volt látni azt, hogy hogy színes volt minden, hogy itt voltak a mozgássérült egyesülettől, itt voltak a gerillakötők, itt voltak a különböző kézművesek, és hogy tényleg tudtak egymáshoz kapcsolódni. Mert hogy Zsolt, te pedig igazából mindkét végletét ismered ennek a világnak, ismered azért nagy teltházas buli, amikor ugye dübörög a terem, meg ugye tegnap, amikor az a Hamas Bél az zenés volt, akkor azt így láttam, hogy ez egy intim hangulatú emberek beszélgettek, jöttek, mentek ott, mozogtak, táncikáltak, oda mentek utána hozzá, tehát ez egy más feeling. Hozzád egyébként személy szerint el mert azért 30 év az animával, tehát te sok mindent láttál már ugye ebben a világban. Boldog vagyok, hogy itt lehettek. Nekem ez gyógyír volt a fesztiválsevekre. Nekem, nekem ez ami a megérkezés, amiről az előbb beszéltél. Miért? Más szavakkal. Hát, mert hogy le kell lassulnom. Tehát a feleségemtől kezdve minden barátom azt mondja, hogy az fantasztikus, hogyha valaki ötletorgiával bombázza a, a környezetét, és egyfolytában magas hőfokon zsizseg, és rezeg. Mintha az agyambarátnője hogy, hogy, de hogy, de hogy, De hogy számomra ez a, a vendégszeretet. A közönség visszajelzése, az hogy, az, hogy még kegyelmi szempontból is működött, hogy a, az eső elállt, amikor csináltuk a, az előadást. Eleve ez a koncert dolog, amivel megéltük már az, az összes nagy fesztivál nagy színpadát, vagy éppen külföldi nagy fesztiválokat és nagy helyeket, nagy termeket, az olyan jó, amikor ez, amikor ez kontrasztba kerül, Ilyen lassú fesztivállal. Ez, ezt meg se fogalmaztam, nem tudtam, hogy mi a jó, de ez a, ez, a, ez a lassú hazatalálós élmény, ez nekem nagyon kelt. A feleségem az évek óta ezt mondja, hogy nekem ezért költöztünk el Martonvására, Budapestről. Ami és plázi... nem Martonvásárhelyre? Bár sokan mondják ezt, hogy. De egyébként ez, ez szimbiotikus uh -huh. szempontból, ez a Martonvásárhely. Csak rá ne kapjak, de, mert akkor ezt fogom összetalál. mindig kibázni, de a martonvásár helyiség az egy nagy szimbólum, az egy, az egy ilyen szimbolikus tér, ahol, ahol jó otthon lenni. Az egész könyv, amit most írtam, erről szól, nem martonvásárról, és nem szól. És, és nem kedves Terézről el. szól, és nem a brunszikokról, hanem otthon lenni. Erről szól. Annyira jó, hogy ezt mondtad Zsolt, mert konkrétan ugye most, hát ugye ez egy fesztivál beszélgetés, Zsolt éppen szalad, tovább jön majd vissza, Anna is szalad, szervez, ugye sok mindent csinálunk, tehát tényleg két mozgalmas dolg közé beszorítjuk gyorsan ezt a beszélgetést, ez történik. És nem volt időnk egyeztetni, erre akarok kiukadni, viszont az van ide írva a kis műsortervembe, hogy idő, határhúzás, lassulás, ez lesz a mai témánk, hogy e köré szerveződne ez a beszélgetés. És ezt én mondom, hogy mintha a fejünk amikor mondtad, hogy, hogy, eljön az a pillanat az ember életében, amikor a fesztivál sem ezeket úgymond gyógyítani kell, és akkor azt mondjuk, hogy lassuljunk. Anna egyébként korábban mondtam már a több adásban is, hogy erről a lassú, illetve a slow life-ról beszélni kéne. Anna pszichológiai megközelítésben mi az, amit ami erről a slow life-ról tudnunk kell, vagy ahogy megfogalmaznád ezt a slow life dolgot? Erről a Nila Mese pszichológia könyvben is írtam egy egész fejezetet a lassú mesélésről, és ugye onnan indultam, hogy ez a Slow Life mozgalom, ez Olaszországból indult el, még a 80-as években, amikor Rómában az olaszok kimentek a spanyol lépcsőhöz, és feldobtak a magasba egy tápennét, mert hogy tiltakoztak az első gyorséttermi lánc megnyitása ellen, azt mondták nekünk, nem kell fast food, nekünk slow food kell, szeretnénk elmenni a piacra, megvásárolni a hozzávalókat, szeretnénk megfőzni ezt az ételt, és az étel az több legyen, mint a fiziológiai szükségleteknek a kielégítése, ez a találkozás helye, a nagy egymásra borulások, meg akár a nagy összevesztések helye is, és ebből folytatódott aztán a, a, történet azzal, hogy most már van lassú utazás, amikor nem japán turista módjára rohangálok végig a különböző célpontokon, és akkor kipipálom, hogy na akkor Eiffel-torony láttam, és mindenfélét láttam, vagy nem láttam, de azt sem tudom, hogy hol voltam. Van most már, hát amiről ugye Zsolt is beszélt, a lassú város. Képzeld el, hogy csigalja -e a kép a lassú városnak, az a város, ahol, ahol egyszerűen jó lenni, ahol találkozol emberekkel, ahol vannak terek, a közösségi terek, ahol lehet biciklizni, ahol egyszerűen ki tudsz menni a parkba gyerekeddel, és ott, ott valahogy szerintem az a lelkünknek az üzemmódja, csak ezt sokszor elfelejtjük. Tehát, hogy, hogy valahogy a lelkünk ott talán otthonra, mint talán ebben a védettebb a családi környezetben, és ez a nagyikockás takaró is szerintem pont ezt szimbolizálja, hiszen itt minden szemnek története van. Az, aki ezt a takarót meghorgolta, hát az időt szentelt erre. Hát elmehetett volna a boltba, és vesz egy, nem tudom, bármilyen takarót, de itt megveszed a fonalat, kiválogatod a színeket, veszel egy horgolótűt, elkészíted a nagy kockákat, összevarod. Tehát itt a takarók is, amik a fesztiválon vannak, azok mind-mind emberi kezek munkája. És ma reggel, amikor felébredtem, és persze, hogy fáradt voltam meg, minden ugye ezer kérdés, és akkor a 90 éves Irén mama, aki a fesztivál arcunk, képzeljétek el, hogy tél óta horgol nekünk egy ilyen kis takarót, és rám van írva kult, és ilyen cukin tartja a kezében, hát nekem azt mondtam, hogy ez az egy élmény marad a fesztiválból, már csak ez megérte. Lassú gyereknevelés, amikor ugye arról szól a dolog, hogy egyszerűen legyek jelen a gyerekem életében. Sokszor halljuk ezt a szlogent, hogy a minőségi idő, és a többi, de hogy a minőségi idő nem működik mennyiségi idő nélkül, hogy jelen legyünk egymás életébe, hiszen azt már számtalan pszichológiai kutatás mutatja ki, hogy annál nagyobb a gyerek önbecsülése, meg küzdőképessége, erről is beszéltünk, minél több családi történetet ismer, minél több ugye személyes narratívája van, és ehhez idő kell az, hogy szertartások, ritusok, együtt együnk, találkozzunk, társas Igen, Aki erről lemaradt, ki a első második rész. Vissza lehet hallgatni. Igen, jöjjünk ki családilag egy fesztiválra, és akkor töltsünk időt együtt, mert ezek közös élmények lesznek, amiről lehet majd mesélni, amit, amit jó visszaidézni. Zsolt, az, amit hallottál Annától, hogy ez a felgyorsult élet, amit te is mondtál, fesztiválsebekkel teli élet, egy gyors élet, hogyan tudod elképzelni ennek a lassítását? Olyan tempóban és olyan beállítottsággal, amivel a te agyad pörög. Valahol vagy olvastam róla, vagy valahogy meg is fogalmazodott róla, egyébként, amikor készültem erre a beszélgetésre, ez a reneszánsz ember kifejezés, hogy téged annyi minden érdekel. Tehát, hogy téged érdekelnek dolgok. Nem azért csinálsz dolgokat, mert most írok egy könyvet, mert éppen könyvet írni, mert én most csinálok zenét ma, hanem hogy te tanító ember, vagy te író ember, vagy te alkotó ember, vagy és ezek téged mind érdekelnek. Hogy tudja ezt az ember struktúrálni, és akkor hogy tud bejönni ez a lassítás a te életedbe, például hogy tud elképzelni ezt? Hát ugye először is hát itt a Monna szavait. hát ez de, De is könnyeztem egyébként olyan hatással van rám. Akkor kövess bennünket Spotify-on minden felületen, és hangat, azért az és boldogan értek podcastet. Így látsz, mert most kapott tőlem könyvet, úgyhogy most beszélgetés után nekiállok lobbizni, hogy én is kapjak tőle. Mi, mi, mi Prigert minket hallgat. Igen. Fontos volt, amit mondtál, művek, kreatív alkotások nem azért születnek meg, mert van egy elvárás, hanem meg kell születniük. És ez mindegy, hogy a popkultúrának a felszínes termékei, vagy egy étel, vagy egy kertben ülés, vagy a feleségem permakultúrája, amin először mosolyogtam, hogy komoly, hogy itt gazokat nevel a kertbe. Nem, hanem egy, hanem egy olyan egymás kiegészítő szimbiózis csinál a kertbe, ahol az egyik növény védi a másik növényt, táplálja, mint egy ilyen kis mini társadalom. És mindegy, hogy emberekről, állatokról, növényekről van szó, de lélegző, pulzáló organizmusokról van szó. Megkaptuk azt a kegyelmet mi emberek, hogy ezt meg tudjuk tölteni spiritualitással, meg lelkiséggel, meg hittel, meg Istennel, de ezek egyébként szavak, mi sem tudjuk pontosan a a jelentését, csak meg megéljük ezeket a fogalmakat. Lassulni praktikus. Mert Lassul... Igen, azért praktikus, mert hogyha kizárólag egyfajta materiális, haszonelvű koncepciót vázolok fel magamnak, a lassulás akkor is megéri, mert hogy energikusabban kerülsz ki belőle. Magamon figyelem meg. Abban a pillanatban, amikor elhagytam a nagyvárost, de intellektuális, kommunikációs, kapcsolattartási szempontból, Továbbra is városi vagyok, uh -huh. nem csak azért, mert város, de agglomeráció, tehát igen, mondjuk igen. megyek én vissza Brooklynból menhettem be. A Martonvásár az én Brooklynom, uh -huh. és és mégis meg tudom élni a falusi életet. Tehát ez egy különös kegyelem. Nem tudom, milyen lenne, hogyha 500 km-re kellene élnem on, onnan, ahol, ahol egyébként történnek velem dolgok, de. A feleségem, meg önmagamat is megtanítottam, megtanítottuk magamat arra, hogy hogyan lehet időt beosztani jól. Hogy mikor van az, amikor a bográcsozás, mondjuk a kert végébe, arra jó időt áldozni, uh -huh. a telefon bent hagyni a lakásba, a házba, mintsem, hogy leföl szaladgáljak a telefonnal a fülemen, mert egy ilyen bográcsozásból, egy erdei sétából, egy patakparti kutyázásból, egy olvasmány élményből, az szintén idő kell. Az olvasás az egy, az, egy, az egy, lassú ügy. tehát az nem egy Netflix, az nem egy, az nem egy HBO Go, az nem egy, az nem egy Facebook igen ö, igen, igen, ö, igen 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 nem mint hogy egyébként a Facebook ne lehetne a ezek, lassulás ezek potenciális fegyvere. Le. Hát hogy ne, Nekem nagyon szem... sok barátságon kötődik köt, 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 a közösségi nem. háló jó, rá kell is használni. ha úgy az, au, az, autó se önmagában rossz, és a közlekedés, így, így van, is a, és, a, és, a, repülő is milyen jó, hogy, hogy, hogy hamar ide értem. Megtanít aktívnak lenni, és megtanít utána sokkal jobban teljesíteni. Tehát, hogyha én visszavonulok önmagamba erre a rajtvonalra, akkor utána sokkal pregnánsabb dolgokat hozok létre. Belső parancsra ugyan, de jobban ugrok, jobban oroszlánként tudok kreatív lenni, és, és nem, egy, nem, egy, nem, egy, nem, egy, fáradt nyuszi vagyok a folyamatos szaladgálástól. Tudjátok, mi jutott eszembe? Annától is Zsoltól is, hogy alapvetően félünk lassulni. Szerintem a XXI. század emberének az, a, az, az, egy ilyen alapfélelme, ha már a Facebookról beszéltünk, az Instagram kapcsán jött az egyszer szóba, hogy az Instagram bevezetett egy olyan funkciót, hogy görgeted, 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 és amikor elérsz addig, mikor legutóbb beléptél, kírja, hogy most már mindent láttál. A két belépés között. Ennek kapcsolatot eszembe, hogy mintha az alapélményünk része lenne az, hogy félünk attól, hogy lemaradunk dolgokról. És talán ebből fakadóan is, akár a hallgatók közül sokan tudnak azzal azonosulni, hogy de mi van a valamiről lemaradok, hogy lelassulok, valamiről nem maradok, valamit nem veszek észre, valami elmegy mellettem. Hát igen, ez nagyon jó kérdés, mert hogy ö, szerintem gyerekként is megtapasztaljuk azt, hogy be akarjuk az egész világot, hogy minden kell és mindent látni akarunk különlegesen a promóter gyerekek életében. Vagy a fe felnőttek. Vagy felnőttek, igen. Hát, Zsolt is ez a promóter típus, csak még nem tudja. Ezt a tipológiát. De ezt is az... vissza lehet hallgatni, igen. Mutak önmagadhoz című részünkben. De hogy ez a, tudod, száz gondolat zsizseg a fejedben, és ezt is, és ezt is, és ezt is, és még azt is, és hogy, hogy nagyon sokszor hogy a promoterek nem mérik fel az energiáikat, hogy, hogy mire van lehetőség, kapacitás meg hogy mi lesz majd a feltültekezésre, mert ez valahogy pont úgy működik, mint az időmenedzsmentben, 5-6-ig itt vagyok, 6-7-ig ott, de hogy íre kell? 6 0 Menetidő, de... így igen. van, menetidőt nem kalkulálom bele, igen. Igen, és szerintem ez nagyon jól talál erre ez az analógia, hogy, hogy ilyenkor így valahogy a nyakamon van a kezem, tehát úgy, így olyan, amit megfojtanám megfolytanám magam ebben a nagy rohanásban, és ez a lelassulás, meg ez a nemetmondás, az olyan, mint innen a nyakamról a kezemet retenném a szívemre, és valahogy önazonosan ugye a saját ritmusomban, tempomban élek, és igen, nemet mondok. Tehát merek nemet mondani. Ezt azt hiszem, most a Máté Gávaros konferencián hallottam, szerintem pont Hesna mondta, hogy aki nem tud nemet mondani, annak az igenye sem ér semmit. Ezt Hesna mondta, és olvastam és ki is, ki posztolta az oldalára. Tényleg? Isten, igen, igen, igen. igen, na, igen hát igen. ő mondta, sok, nagyon sokan mondtak mondat. sok mindent, de hogy ez a mondat nekem, ugye, mondhatom azt, hogy régi jó kislányként, mert ő régebben ilyen nagyon tehát mindenre igent és mindenkinek igen, de most már megtanultam nemet mondani önmagamért, mert úgy, ahogy vannak sejthatáraink, vannak testhatáraink, vannak én határaink, és nagyon-nagyon felborul az egyensúly, hogyha ebbe, csak ebben a folyamatos pörgésben akarunk élni, mert ugye az élmények le kell ülepedjenek a lelkünknek, nem ugyanaz a tempója, és nem az az ideje, mint ez a külső ide, a léleknek más ideje van. Más ideje van az olvasásnak, más ideje van a főzésnek, a bográcsozásnak, a, a jelenlétnek. Azt, ne, azt nem kattogó percekben mérjük. Klasszikus igenember voltam a közelmúltig, de majdnem úgy, mint a Jim Carrey filmben, ahol az elmebetegségig mond igen mindenre, és folyamatosan megalázó szituációba keveredik, és mivel mindenhez kedven van, és ahogy öregszem, úgy egyre inkább gyerek leszek, és egyre inkább lelkes és szenvedélyes, ez sokszor nem befelélem meg, vagy írásban például, vagy költészetben, vagy dalírásban, hanem egy folyamatos jelenlétben, ami egyébként csak egy spektákulum, tehát egy ilyen, egy ilyen látványpékség, ahol egyébként száraz kiflik vannak a kirakatban, és jól sem laksz tőle, ezért kell folyamatosan mindent bevállalni. Az elmúlt pár évben történt az meg, hogy például kell nekem, noha imádom megélni a Marton vásáriságomat, de kell nekem feltétlenül iskolában tanítanom egész nap, egész nap uh -huh. főszerkesztőnek lennem a városi újságnál. Nem, egyiket sem kell csinálnom, gyerekekkel kell foglalkoznom, irodalmat kell uh -huh. vinni nekik a saját sebességemen, ezért van 12 irodalmi műsorom, és szerintem lesz biztos még 20, mert egy csomó ilyen tervem van, de ebbe lubickolok. A, a folyamatos mókus keréktől viszont, viszont kikészül a lelkem, és azt vettem észre, hogy nem tudok figyelni egész egyszerűen a környezetemre, és a nagy, ez, ez egyébként a nagy világ megváltókkal van így, akik azt gondolják magukról, hogy valami nagyon-nagyon fontosat és, uh -huh. és jót tesznek az emberiségét, uh -huh. és közben szétzúzzák az emberi kapcsolataikat, és közben nem figyelnek oda a kicsi dolgokra, és közben az egészet egy ilyen, mondom, egy ilyen látványosságban élik. A sikerben, ez is egy, uh -huh. egy megfoghatatlan dolog, hogy mi, mi az, hogy siker, akkor vagy önazonos, amikor azt csinálod, ami egész egyszerűen belőled jön, és, és nem attól leszek jó martonvásári polgár, és, és, nem attól leszek igazán jó honfiú, hogyha, hogyha minden egyes funkcióba önmagamat látom, és akkor egyszerűen ki kellett mondanom, feleségem hatása, említsük meg a nagy tanítómestert, uh -huh. akitől ezt tanultam, és ez nekem nagyon fontos, hogy nálam fiatalabbaktól, zenekarban, vagy, vagy, az irodalomban, vagy, vagy bármiféle tevékenységben. Én nagyon szeretek tanulni, nagyon szeretek lelkesedni emberekért, és, és kimondanak olyan két mondatot, ami aminek én a teljes tagadásában éltem odáig, és ebben nem segít egyébként az se, hogy az ember önmagát spirituálisnak tartja, hívőnek tartja, nagyon sokszor vagy homályban és keresgélsz, és ez nem korkérdése, tehát hogy ahogy öregedsz, nem feltétlenül leszel egyre okosabb. <laughs> Ezért látunk egyébként egy csomó szomorú idős embert, mert hogy nem hiszik el azt, amire én tudatosan hajtok, hogy ahogy öregedsz, azokat a hívó hangokat, ami abba az irányba mutat, hogy merje egy gyerek lenni, ugyanúgy, ezeket, ezeket, ezeket elhessegetik. <hül> És ebből, ebből, van szerintem a depresszió részben, hogy, hogy nem élik meg azt a frissességet, ami egyébként a fejükben, az agyukban ott van. Ennek mondanak ellent azok a csodálatos idős emberek, akiket látunk hogy hogyan kommunikálnak kisgyerekekkel. Nekem például ilyen volt a nagymamám, anyai nagymamám, aki nekem a mai napig óriás hatás, aki a legnagyobb kölyök volt, és a legnagyobb álmodozó, a legnagyobb szenvedélyes zene és irodalom szerető, olyan sokat tanultam tőle, hogy hogyan maradhatsz meg gyerek idős fejjel is. Ezt lehet, hogy annának egyszer meséltem. Én abban a szerencsés helyzetben, hogy ezt többször mondtam már a podcastban, hogy ne, én mondhatom, hogy két anyukám volt. Nekem van egy anyukám, meg volt az anyukámnak az anyukája, a nagymamám és ő, ő olyan típusú nagyi volt, aki így tényleg minden idegszálával a család, a gyerekek, az unokák. Tehát, hogy neki tényleg a család volt a minden és életem egyik meghatározó élménye 2000, karácsonya, megvette nekem fóliás Origin Madonna Music című kazettáját, együtt hallgattuk meg a mamával, mert ha ő megvette nekem, az én akkori, már nem tudom, akkor is 60 es nagymamám, ő meg is hallgatta velem a 2000-es francia underground DJ-vel készült music című albumot, az én nagymamám végighallgatta velem a két kazettás magnóját, és azt mondja, azt mondja, amikor végeztünk vele, hogy nekem a második dal nem tetszett, mert az olyan volt, mint egy remix. A nagymamám és ahogy mondtad, az a kapcsolódás. Tehát, hogy 2000-ben hány 60 éves néni tudtam volna leszólítani Kalocsán a főutcán, aki meg tudja nekem mondani egyáltalán, hogy mi az, hogy remix, nem, hogy még adekváltan használja. Mert hogy nyilván én egy csomót beszélgettem vele, meg magyaráztam neki erről, és hogy, hogy ő annyira ott tudott lenni, annyira jelent tudott lenni ezekben a történetekben, ezekben a beszélgetésekben, hogy ő ezt megjegyezte, használta, és pont akkor úgy durántotta be. Nekem ez akkora élmény volt. Ez hirtelen szemült ott arról a történetről, amit mondtam. Az én anyám az ma is tisztában van a egy 81 évesen. Sőt, az animadalokkal is fogadjunk. Komoly elvárások vannak. Nagy Azt, is ezt, a, ezt, a számot rosszul írtad meg. Ez, ez, ez vajon ki fogja szeretni? Miért kell ennyi irodalmi Tényleg, ezt is megyek. És múltkor, amikor voltál, múltkor, amikor voltál a Frederikusnál nagyon nagy hülyeségeket mondtunk. Pedig, bocsánatot kérek, ez a reklám, hogy az egy barom jó beszélgetés, mindenkinek ajánlom. Komolyan nagyon jó az a Federikusz beszélgetés. De anyukádnak ezek szerint nem tetszett. És de ez most más felé vezetne. De hogy nagyon jó, hogyha valaki, ez a jó, amikor gyerekeinkkel el, elkapjuk ezt a fonalat, hogy kritikus vagy, nagyon benne vagy az életemben, de, de ugye ez magával hoz annak a veszélyét, a beledumálsz a az életembe, uh -huh, uh -huh. oda-vissza. Uh -huh. Ez egy külön műsortárgyát képezhet. Hogy, hogy dumálunk bele a másik életébe, és mennyire képtelenek vagyunk elfogadni a másikat, a politikai, a származási, a szexuális, a nem tudom milyen hova Teljesen persze. vicces az egész, mert hogy a saját életünket tesszük tön tönkre, mert abban a pillanatban, ahogy, ahogy ezt, a, ezt a durva dihotómiát szítjuk, ugyanúgy mi is vesztesek leszünk, és távolabb kerülünk a másiktól. Azt gondoljuk, hogy ez egy, ez egy, ilyen atak, ez egy ilyen, ez egy ilyen győzelem, de ez olyan piruszi győzelem, Közben magunk is veszítünk vele, mert ezek megint a spektakuláris dolgok közé tartoznak. Nem tartozik a lényegünkhöz. A lényegünkhöz, ami ami egy emberi valóság, és nem az előfelsorolt ilyen ránk rakódó társadalmi igen, hatások, igen, igen. Meg, meg meg tanítások, meg nevelési. Családi meg politikai. Asztalt széthúz egy politikai témák. mi, 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 mi borzanom már ez? Szétveri ezt? a családokat, Na, de igen. nem csak ez. Igen, magán... de ez tényleg egy másik beszélgetés. Igen, az igen. pont, hogy összehoz bennünket. És mi az, ami összehoz bennünket? A vers, a költészhet a uh -huh. zene, a kreativitás, a kultúra. Az identitásom az a kultúrából van. És akkor abban a pillanatban, hogy a kultúra, mint identitás képző dolog ott van az életünkben, nagyon erő, erőteljesen val, napi valóságként, onnantól kezdve egyből lebomlanak a határok. Uh -huh. Semmi másról ne beszélne nemzeti határokról. Én itt otthon vagyok. A kultúra az, ami összeköd bennünket. És a kultúra, a kultúra nem veszi figyelembe a határokat. Által a történeteink de Láttam, hogy nagyon bólogattál, és valamit mm -hmm. mondani szerettél volna. Igen, kapcsolatban Igen, az jutott eszembe, volna. hogy akár a, ugye, ha már most a lassú élet a téma, akár a szabadidő eltöltésében is nagyon sokszor ilyen normák vannak, vagy ilyen trendek hogy most mindenki mandalás, kifestős könyvet kell festegesen, vagy most mindfulness gyakorlatokat kell végezzen, mert az a trend. És hogy mennyire fontos lenne, hogy mindenki megtalálja azt a valamit, a az ő sajátja. Mert lehet, hogy én a kertészkedésben, a következő a, nem tudom, formafelhő bámolgatásban, vagy a szapambuborék eregetésben, vagy van, aki a nagy kockában, tehát hogy, hogy, hogy az én lelkemhez mi az, ami közel áll, és nem kell felülicitálni egymást. Talán ezen a téren azért ez jobban megvalósul, mert, mert úgy jobban elfogadjuk, például akár a kézművesek, hogyha egyik mit tudja horgolni, akar, az, az biztos, hogy most mindenki el kell kezdjen horgolni, csak azért, mert trend lett, mert lehet az egyik nem ezzel, a következő graffitizik. Uh -huh. Egyszerűen önmagamért. Ezért nagyon fontos, hogy ugye gyerekként rengeteg mindent kipróbáljunk, hogy megtaláljuk azt a valamit, ami az enyém. Hát az nekem egy fantasztikus élmény volt a tegnap, ugye nem csak azért, mert Hanvas Béla, a szívem csücske uh -huh. és az mottoma. Hogy tehát, hogy ez a mindig csak egyszer és mindig először, és tehát ez a folyamatos átlépésben lenni. Tehát, hogy, hogy én ezt tényleg ezt vallom és hiszem, de hogy ahogy hallgattam ugye a koncertet, ott voltak a gyerekek, és a kutyával, egy, egy ilyen bábos kutyával táncoltak a zenére. Hát ez Á, nekem tényleg. annyira megható volt, komolyan, Igen. hát még most is összegyűlik a könnyen szemembe. Igen. Tehát, hogy nekem. Ez volt a lényege az egésznek, meg, meg utána a lányom, hát ugye volt egy konfliktus, aztán a... a, a... cipőt vagy ne cipőt? Igen, igen a ehhez egy örök téma állunk ott van a mikor fázik Egész nap, nap, na, 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 nap mezít a fesztiválon, egész nap, <laughs> <laughs> nap Zsolna <Zsornalilla>, egész nap mezít láb És képzeld el, hogy azt mondja Lilla, anya, én annyira boldog vagyok, tudom, hogy te féltesz engem, hogy meg fogok fázni, de az, hogy én a fűben esőben táncolhatok, hát nekem ez a boldogság. És akkor mondja a férjem, de Anna Mária, hát láttad, hogy az a gyermek hát, mezitláb, hát de mondom, tudod, eszembe jutott az a jelenet, amikor uh, Mária Montessori a filmet, nem tudom, az élet, egy élet tudom, a gyermeket. Jö, Na, és abban van egy jelenet, hogy, a, hogy az osztályi gyereket kiviszi esőben szaladgálni a zöld réten, és akkor mindenki megbotránkozik, hogy tanítási óra alatt a gyerekek, és hogy mennyire közel vannak a gyerekek a lényekhez. Tehát azért Hambas Béla is rengeteget ír elő, ez a, hogy milyen egyáltalán gyereknek lenni, és hogyha ő azt is mondta, hogy a világot akarnánk megváltani, akkor egy gyereket neveznék ki ilyen vezetőnek vagy főnöknek, Bizony. mert ő egyszerűen, mert nem, egyszerűen hangzott, nem tudja ez a lényeget. Is is igen. Során, erről volt is részletem. is. Során, során. Egyébként, de mondta szó, vissza visszakacsintva, amikor én pár éve újból belekóstoltam az általános iskolások tanításába, irodalmat tanítottam, meg nyelvtant felsőbe. De tényleg annyira sok mindent csinálok, hogy ezt egy fél évig csináltam, de hát az, az uh -huh. teljesen bet kíván, mint tudjuk. Uh -huh. Ajaj. És ott ez gyakran volt, hogy, hogy mi sem természetesebb, hogy egy ilyen csodálatos helyen, ahol élünk, a kastélyparkban legyenek tavasszal wow. az órák, és őrült konfliktusok voltak emiatt, hogy az óra az a tanteremben van, és pont. És az óra neked, az ott hogy... van, ahol az a lényeg van, Igen. ahol történik az élet, ahol ahol zsizseg a, a természet, ahol sokkal jobban fog az agy kicsit annak felé fordulva. A tudatos jelenlét, ez egy olyan fogalom, amit azért nagyon-nagyon sokszor hallunk. Segíts nekünk ezt úgy megközelíteni, hogy ez ne legyen úgymond egy ilyen kötelező dolog, mert ugye akkor pont elhiteltelenedik ez, amiről beszélünk, hogy önökön most nagyon tudatosan jelen kell lennem. Hát nem tudom, hogyha erre van elméleti recept, mert az belül kell megélni. Ez a... ez Te az hogy önmag... fogalmaznád meg az elméleti receptet, akkor így kérdezem. Hát én azt mondanám, ez a találkozás önmagammal. Tehát önmagammal meginni egy kávét, én nemrég, szerintem ezt pont meséltem az egyik podcastben, hogy Igen, leültem, listát, hírtál, igen, és listát leültem, írtál, és leültem, és leírtam azt, hogy mi az, amit akarok csinálni, és mi az, amit már nem. Mm. És akkor adtam be a felmondáson a Debrecenbe, akkor húztam le ezeket a határokat. Tehát egyszerűen időt adni a lelkednek, hogy ő is elmondja a saját mondani valóját, mert hogyha nem, akkor majd így is, is találkoznod kell, mert jönnek ugye a pszichoszomatikus tünetek, jönnek a testi határlehúzások, tehát így is, is fogsz kapni jeleket, ha meg nem veszed figyelembe, és hogy nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy ennek van egy olyan ciklusa, hogy ilyen maraton, hogy szaladok, 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 mm. aztán pizsamanap egy, fél év után, és akkor majd találkozom önmagammal. Nem, ennek is van egy ritmusa. Tehát szerintem minden egyes napban jó lenne, hogyha mindenkinek lenne egy kis ideje önmagával is találkozni, hiszen az az ember, aki a legtöbbet élsz, az végig is te magad vagy, nem a partnered, nem a gyereked, sem senki, hanem te önmagaddal való találkozás, persze ezt megélheted egy kávéban, egy olvasásban, egy egyszerűen úgy, hogy kimész a kertbe és hallgatod, hogy nő a fű, vagy egyszerűen csak vagy. Ez a lenni, ez, ez megint a gyerekektől lehet megtanulni, ahogyan ők tudnak játszani, ahogy kapcsolódni természethez önmagukhoz a tehát egy gyereket mennyire könnyű boldoggá tenni. Homok, víz, ott van, eső, Ennyi. És abból, abból vár lesz, abból igen, sellő és lesz. És ő önmagával abból van. Hogy, hogy milyen érdekes talán a gyerek szimbolikus játékában tudom ezt az analógiát megteremteni, hogy amikor a gyerek beszélget magával, és ugye a belső hangot kivetíti, hogy te kép, mert a belső hangod az mindig ott van, mindig. Mondja ne, 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 te mondod de 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 igen. És a zsigeri érzéseid. Na, na ez az. Tehát ez a, ez a, szerintem ez a Tudatos jelenlét. Ezt is szerintem egyszer mondtam, hogy, hogy az, agyad, az ugye át tudod verni. Gondolatok jönnek, igen, cikáznak, igen. az érzéseid azok megimulandóak, de a gyomrod nem tanult meg hazudni. Na az, amikor a, a zsigeri érzésedet érzed, és hitelt ad, tehát validálod azt az érzést, hogy hogy nem írod felül, hogy de most ezt muszáj, mert akkor mit tudom, én, gazdasági érdek, meg ez, meg az, meg a, az, és nem. Tehát a zsigeri érzés az a valós belső hangot, csak ezt nagyon kevésszer tudjuk meghallani. Mert hogy szerintem ahhoz, hogy ezt a hangot, amit mondasz, meghalljunk, és itt jön egy újabb kapcsolódás, ami nekem tegnap egyébként a Zsolt Félem Hamas Béla programnak egy nagyon, nekem egy ilyen gyomorszájon vágó pontja volt, egy ilyen nagyon, volt több ilyen hűhapi a pillanat, de az egyik ilyen volt, és erről a mondatról szerettem is volna ennek a műsornak a kapcsán beszélni, Ugye, amikor arról beszél, arról idézett, hogy a csend, hogy fogyik el a világ. Hogy fogy, Igen. Ahogy fogyik el Jézus csendköre a Magyar Tanács. -e hogy, hogy a köre szűkül, hogy hogy fogy el a világban a csend, és a végén majd az óceán közepén, a végén majd lesz egy egy picike kis hely, ahol egy pici csendnek, Mennyire tud örülni az ember? És hogy talán, talán ezt nem szabad hagynunk, hogy, hogy elfogyjon körülöttünk, nem? Az előbbi kérdésed, felvetésed, Anna terápiás javaslatairól az volt eszembe, hogy talán talán akkor találjuk meg a legjobban magunkat, és egy paradoxal a Pilinszkit is ezért kedveltem meg, meg az egész evangélium, meg az egész Biblia tele van ilyen paradoxonokkal, mm -hmm. talán a legjobban Krisztus urunk is a leg, legpregnánsabban így fejezte ki magát, hihetetlen avantgárd és modern módon, hogy, hogy talán akkor találjuk meg a legjobban magunkat, amikor elveszítjük, és az mm -hmm. Anna csodás szavai apropóján, az utat eszembe, hogy nagyszerű ember volt, és nagyon sokat tanult a zen buddhista hagyományból is, egy jezsuita szerzetesről van szó, aki egy világhírű meditációs, imádságos módszer dolgozott ki, a Jálics Ferenc, és a Jálics például zseniális, aki az imádságot olyan egyszerűvé tette, hogy belégzésre Krisztus, kilégzésre Jézus, hogy ennyi, és ebben bent van a a meditációs, a légzés a és, a, és a lelki uh, Istenhez kapcsolódásod is. És neki a meditációs, imádságos módszerének az első pontja az, hogy menjek ki a természetbe, és erről teszem, amikor mondtad, hogy hallgass, hogy hogy nő a fű, teljesen el, teljesen mondjál le magadról. És persze ennek vannak fokozatai később, de ez az első ugye én nagyon sok, sokat vívottam, a karrier, család, gyerekvállalás, mi legyen, hogy legyen, akkor fejezzem be a doktori, csak akkor majd utána, de építsük fel a házat. Tehát, hogy állandó pörgésben voltam, és elmentem, tehát ez mai napig jól emlékszem, hogy a filmfesztiválon elmentem megnézni a közel a szerelemhez című filmet, és amikor felcsendült ez a dalotok, nekem ott a stúdió színházba döntöttem el, hogy én anya szeretnék lenni. Tehát az a tíz zenéteknek, közben, mm -hmm. vagy nem tudom, akkor élt össze ott az a történet. És ezt bele is írtam Lillának a baba hogy Iben az az Anima System dalt, azt neked meg kell hallgatnod, mert én akkor, tehát igazából ő akkor fogad meg a lelkembe. Tehát az a dal nekem az az egyik meghatározó dal. Tehát ugye azt mondja, akkor van tíz dal, amit mondjál el. Volt is egy ilyen műsor, hogy tíz dal, ami mentén ugye leírod az életedet, és ez biztos, hogy az anyasságból gálvállásomnak a, a története benne van a bodolba. Nagyszerű. És egyébként szerintem, hogy visszatérjünk, ahonnan indultunk, onnantól, hogy gyerek lép az életedbe. Ha jó, hülyén magzik, azt tudom, hogy jól akarod csinálni, de akkor fogalmazunk így, ha jól akarod csinálni. Muszáj lassítani. Mert ha az a gyerek egész életedbe azt hallja, hogy apa nem ér rá, éppen ír, anya nem ér rá, éppen fesztivált szervez, milyen élet lesz az, milyen család élet lesz az. Muszáj lassítani, ott kell lenni, mert akkor baromi jó lesz. Pont olyan, mint amilyen ez a beszélgetés volt, úristen, én ezt órákig tudnám még csinálni, én annyira élveztem minden percét, úgyhogy Frigel Soltinak, Anima Sound System, 30 éves Anima Sound alapítójának, írónak, tanárnak, újságírónak, ahogy szeretnéd, Solti. Köszönjük szépen, hogy én itt is voltál köszönöm. velünk. Köszönöm, én is. És Anna, köszönjük Meg szépen, hogy is. ismét itt voltál velünk, amit pedig ilyenkor mindig el kell mondanunk. Köszönjük szépen, hogyha az adást követitek Spotify-on, Google Podcast-en, Apple Podcast-en, valamennyi streaming platformon, YouTube-on is elindultunk, föl lehet iratkozni az adásainkra, illetőleg patreoncom per és Boldogan Értek minden adása, hogy ez is Rád. meghallgatható, exkluzív Rád. bővített tartalmakkal. Köszönjük, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb, csináljuk a fesztivált egy következő adásban. Következő vendéggel Marosvásárhelyi Vásárhelyi Kultról. sziasztok!